tévéműsor elemző blokkunkban Weiser Alindáról és a Záróra című műsorról fogunk beszélgetni. Weiser Alindáról, aki a bizalmas bekérdezésnek a kis apostola. Ő az, aki a Zárórában portré beszélgetéseket folytatott olyan értelmiségiekkel, olyan nagyon értelmiségi módon, ahogyan csak Weiser Alinda tud. Van egy időszak az életében, amikor így igazából sodródott, hogy hol a Víg Színház átmenetileg, akkor ott dolgozott, aztán fordító lett, Magyar Rádió, szóval így sodorta az élet. Hogy én igazán csak színházi rendező akartam hát lenni, persze, addig. Tudom. De az aztán nem lett végül. Nem lettem végül, igen. De volt konkrét terve, hogy mit vinne színre? Ezek a Weiser Alindai kérdezések, ezek olyan mélységesen szolgaiak. Weiser Alinda minden egyes beszélgető társának az életéből a műsort megelőzően, én állítom, hogy napokon keresztül készül. Olyan mértékben térképezi fel a beszélgető társának az életművét, hogy az már meghaladja az ő beszélgető társának a tudását a saját életművéről. Tehát ő jobban tudja, Weiser Alinda, hogy hányban volt ő ott vidéken, sodorta az élet, és hányig, és utána hányban került föl Budapestre, és az MTV-nél kapott állásra, többi. Tehát, hogy ő mindent tud. Milyen lett a vérképe? Igen, ő annyira jól értesült, hogy az valami elképesztő. És valójában a műsor jóformán semmi másból nem áll, mint abból, hogy Weiser Alinda kérdések formájában a saját jól értesültségével, a saját felkészültségével henceg. Ő demonstrálja minden gesztusával, minden kérdésével, minden megszólalásával, minden levegővételével, hogy ő mennyire elmélyült a beszélgető társának az életében. Holott egy ilyen beszélgetésben nem ez lenne az érdekes. Mert ez valójában semmi más, mint egy kultúrmázzal leöntött bulvár. Valójában nem érdekes, hogy az ő beszélgető társának, aki mit tudom én egy dramaturg Kaposvárról, mondjuk. Mert egy csomó olyan beszélgető társa volt, akit én azelőtt nem láttam soha, nevét nem láttam leírva, soha nem ismertem. De ő annak a kaposvári dramaturgnak az életét olyan szinten tudja, hogy ő hányban került le oda, aztán hányban jött onnan vissza, akkor a válása után ez egy olyan időszak volt, amikor ő nagyon egyedül volt, és akkor ő ezekre ilyen módon kérdez rá, és ezzel is így demonstrálja, hogy ő mennyire tudja, hogy ő mennyire felkészült, és hogy ő mennyire kíváncsi. És valójában a műsor semmi másról nem szól, mint Weiser Alinda kíváncsiságáról. Holott egy ilyen portré műsorban pont az lenne az érdekes, hogy az a beszélgető társ mit gondol. Mit tudom én, ha egy dramaturgról van szó, mit gondol a színházról, mit gondol a politika és a művészet kapcsolatáról, melyek voltak azok a munkái, amelyek őt a legjobban inspirálták, stb. Stb. Tehát, hogy valamit megtudjunk a világról azon az emberen keresztül. Nem azért ülök le meghallgatni egy beszélgetést, hogy egy kaposvári dramaturgnak az 1973 és 1979 közötti életszakaszáról minél többet megtudjak. Csak Weiser Alinda kényszeresen demonstrálja az ő eminenségét. A jó tanuló felel, valószínűleg valami ilyen történik, és nagyon sokszor visszanyúl, egy pár adást néztem meg, nagyon sokszor visszanyúl a kurikulum vitéhez. Ott van előtte az önéletrajz, vagy az életrajza, igen, nem önéletrajza, az életrajza az illetőnek, de olyan, mint egy állásinterjú, így kérdezi a Vitrai Tamást, mondjuk, hogy és hogy is volt az, amikor a Globex Kft. Titkárság vezetői posztjából átmentél a nem tudom, a Főspethez? Tehát tényleg olyan, mintha egy állásinterjún ülne, és az életét beszélik meg, mint amikor a Dolágsali Róbert osztályfőnöki órát tart, az ő. És az osztályfőnöki óra az, hogy az osztályfőnök úr életéből, szexuális életéből, családjából, betegségeiből, feleségéből, személyiségéből kell majd utána dolgozatot írni. Igen, de az az igazság, hogy Weiser Alinda kifogástalanul felkészült az adott beszélgetőtársnak az életéből. Hát ebből könnyebb felkészülni, mert egy CV-ből könnyebb felkészülni, mint abból, hogy az ember 40-50 év szakma után mit gondol, hogyan áll a világ dolgaihoz, és hogyan
reflektál a világ dolgaira, mert ahhoz fogyasztani kell az illetőnek a művészetét és alkotásait. Hát meg ahhoz kéne, hogy fogalmad legyen a kultúráról, nem pedig egy önéletrajzot kéne bebiflázni. Tehát arról van szó, hogy Weiser Alinda egy eminens tanuló, aki pontosan tudja azt, hogy azzal az emberrel mikor mi történt, és tényleg kifogást tanul felkészült ebből. De nem ez kéne, hogy legyen a műsornak a témája. Hát könyörgöm, arról kéne, hogy szóljon a műsor, hogy az ember az miért, mitől érdekes, fontos. A világról kéne, hogy szóljon a műsor annak az embernek a személyiségén átszűrve, nem pedig annak az embernek az életéről. De nem is véletlenül kérdeztem én ezt, hogy vállalt-e kockázatot, mert azért látok olyan pontokat az ön életében, és elsősorban szakmai életére gondolok, amikor igenis vállalt kockázatot, tehát hogy elhagyni a nemzetit, átmenni egy másik színházba, az egy kockázat. Aztán a katonát ott hagyni hosszú-hosszú évek után, 17 év, vagy nem is tudom hány évig volt a tagja, és szabadúszóvá merni válni. Aztán belépni a Nemzeti Színházba, ami akkor éppen meglehetősen átpolitizált. Ezek mind olyan pillanatok, amelyek kockázatot jelentenek. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. De hát olyan sokszor volt hozzá kabarékhoz. Tingli Tangli kabaré, Budapest Orfeum, most Miskolcon fog majd nyáron kabarét. Weiser Alindának alig hanem abban a média suliban, ahol ő tanult, Isten tudja hol, én nem készültem fel Weiser Alindából, megmondta a tanára, hogy Alinda a jó riporter kíváncsi. És Alinda ezt nagyon megjegyezte. Ő kíváncsi. Ő minden gesztusával kíváncsi. Ő minden pórusával kíváncsi. Ő az anyagcseréjének minden mozzanatával kíváncsi. És valójában az egész műsor nem szól másról, mint hogy Alinda kíváncsi. És felkészült. Rettentően felkészült, én nem tudom, hogy mire kíváncsi, mikor mindent tud. Valójában a kíváncsiság az egy apropó arra, hogy beszámoljon, hogy ő feleljen, és elmondja, hogy ő mennyi mindent tud. Valójában Alinda nem kíváncsi. Alinda egy pillanatig nem kíváncsi. Alinda demozza azt, hogy ő kíváncsi. Alinda stréber. Az a nehézség ebben, hogy jön hozzád egy vendég, aki nem érdekel valójában. És ezért róla beszélgetsz, mert nem érdekel a véleménye arról, ami viszont téged érdekel. Pedig az volna jó műsor, hogy azt mondod, hogy rólad lehet tudni, hogy 3-4 dolog iránt nagyon elkötelezett vagy, és arról szívesen beszélgetsz. És ehhez kapcsolódóan meghívod azt az illetőt, akinek az életműve feljogosítja őt arra, hogy veled új szempontokat ismertessen meg a te témáddal kapcsolatban, és ez egy marha érdekes beszélgetés, aminek témája van, nem pedig azt nézzük, hogy és 87 márciusában este 8-kor tetszett-e nézni a Deriket, vagy nem. És az a legsúlyosabb, hogy a környezetem tele van olyan emberekkel, akik így rendszeresen mondták, hogy milyen jó az a Weiser Alinda, milyen jó az a Weiser Alinda műsor, és hogy nézzem azt a Weiser Alinda műsort, és megnéztem a Weiser Alinda műsort, és az volt az érzésem, hogy mindegyik műsor az a Weiser Alindaság. A Weiser Alindaság, csak még Weiser Alindáról se tudunk meg semmit. Ez volna a cél, mert így lehet hosszú távon érdekes, csak ahhoz kéne az Alindaság azon kívül, hogy felkészül. De nem történik a lindaság, tehát az az igazság, hogy se Weiser Alindáról nem tudok meg semmit, se a riportalanyról nem tudok meg semmit. Weiser Alindát eltakarja az ő felkészültségéből, az ő eminenségéből, az ő kíváncsiságából álló máz, ami gyakorlatilag elfedi őt teljesen, és a riportalanyról meg gyakorlatilag megtudunk mindent, amit az internetről megtudhatunk, hogyha az ő Wikipédia szócikkét felütjük. Na, ennél egy műsornak azt gondolom többet kéne szolgáltatni. Ez szóval egy érettségi tétel lett, és úgy hallottam találkozott is azokkal a gimnazistákkal, akiknél majd benne lesz a tétel sorban. Weiser Alindáról beszélgetünk, az Áróra című műsor kis riporternőjéről, aki interjúztat, és akit imádnak a beszélgető társai. Nyilván, hiszen Eperjes Károly most szembesülhetett ismét vele, hogy érettségi tétel lett. Hát ez a csodás. Nem csak a felkészültség és tréberség, hanem a tanárnő hadd vigyem a táskáját. Igen. Egy kicsit hadd nyaljak be, tanárnő, ha jól esik önnek, mert nekem jó, mert nekem olyan jó. Ön érettségi tétel lett, és csak azt érti félre Alinda, hogy nem az a riportalanynak kell jól érezni magát, hanem a nézőnek kéne. Tehát, hogy
az tök jó egyébként, hogyha a riportalany jól érzi magát. Én nem kívánok Eperjes Károlynak gyomorfekét. De én nem kívánom, hogy rosszul érezze magát, csak azt is lássuk be, kedves Alinda, hogy nem ez a műsor célja. Nem az a műsor célja, hogy a beszélgető társ az el legyen varázsolva. És ez nyilvánvalóan olyan édes minden egyes riportalanynak, mint a cukrozott méz. Hát följön Kaposvárról, ő ott valami dramaturg, és itt van az MTV-ben, és bent ül egy stúdióban, ahol a beszélgető társa az mindent tud róla. Hát ő soha életében nem képzelte, hogy ő róla valaki egyszer a tévében tudni fogja, hogy ő 1987-ben ment le Kaposvárra, és ő azóta ott dramaturg, de elvált utána, és utána mielőtt a második feleségével megismerkedett, volt egy hosszú időszaka, amikor ő neki senkije nem volt, csak a kutyája. Ez valami fantasztikus élmény lehet. Hát, hogy ő tényleg ennyire fontos értelmiségi, ő egy ennyire jelentős színházi ember, az ő dramaturgként való működése, az ennyire meghatározó a magyar kulturális életben, és ezt mindenki élvezi, és ezt mindenki imádja, és imádnak Alindához menni, és Alindánál ők egyszerűen lubickolnak Alinda szeretetében, felkészültségében, figyelmében és érdeklődésében. Csak hogy ez nem valós. Valójában arról van szó, hogy ő nem annyira érdekes, mint dramaturg. Valójában nem. Valójában az, hogy ő 1987 és 91 között, a két felesége között a kutyájával volt, és hogy akkor neki nagyon magányos volt, és hogy valójában az akkori munkái, azok őt sokkal, de sokkal jobban lekötötték, meg lefoglalták pontosan a magánéleti űr miatt, ami ott megürült az ő életében, ez valójában nem érdekes, és valójában senkit nem érdekel. Valójában senki nem is tud erről, és Alinda is csak azért tud, mert ő felkészült, mert ő eminens, mert ő ötöst szeretne kapni ezen a felelésen is. Az a stílus, ami itt a szemünk előtt van, az egy portréműsor. Azt az embert elemezzük. Ez egy megtévesztő dolog, hogy hát nem az életpályáját kéne feltétlenül, hanem az ő témáit, vagy az ő megszerzett tudását. Az, hogy az életpályája előttem van kinyomtatva 3, vagy akár 8, vagy akár én tőlem 15 oldalban, az egy jó mentőv olyankor, amikor egy picit megfeneklik a beszélgetés, de csak mentővekből hajót építeni, az inkább egy ilyen szobrászat, vagy egy modern múzeumban. Nem tudom, mit lehet tákolni abból, de az nem hajó, az egész biztos. Az az érdekes, hogyha egy olyan ember csinál egy ilyen portréműsort, aki annyira hiteles, és mögötte is van egy 30-40 éves munka, egy olyan ember csinál portréműsort, aki itt Alindánál vendég lehetne, akkor már teljesen máshogy veszi ki magát az egész. Igen, igen, az a nagy probléma, hogy Weiszer Alinda mindenkivel úgy beszélget, minthogyha az illető most kapta volna meg az irodalmi Nobel-díjat. És persze, vannak jelentősebb vendégei Alindának, és vannak kevésbé jelentős vendégei Alindának, de Alinda mindenkihez úgy fordul, hogy ő, az akivel Alinda éppen aktuálisan beszélget, ő megújította a magyar kultúrát. Ő volt az ő előtte, az egy sötét korszak, és eljött De ő, amikor Kaposvárra került. És akkor ő Kaposvárra került, és minden megváltozott, és azóta az emberek írnak, olvasnak az országban. És az az igazság, hogy ezek az emberek, ezek megelégszenek ezzel akkor, mert Alinda olyan mértékben masszírozza az egójukat, hogy ezek az emberek elalélnak ott a szemközti székben, holott az Alindának nem ez lenne a feladata. Ott az Alindának az lenne a dolga, hogy ezekből az emberekből kulturális tartalmat csaljon elő. Én nekem az a véleményem, hogy egy jó portréműsor az úgy néz ki, hogy a kérdező az rákérdez olyan dolgokra, amelyeknek a nyomán egy világ bomlik ki. Egy világ. A portréműsornak az a feladata, hogy mi megtanuljunk a beszélgető társnak, a riportalanynak a szemével látni, az érzékeivel érezni, a világába beemeljen minket, minket, mint nézőket. A riporter dolga, hogy felnyissa azt a kaput, amin kifolyik ez a tartalom. Igen, és a riporter az tűnjön el, a riporter az váljon köddé. Jó, azért ezt megoldja a köddéválást. Ő valójában lépten nyomon előtolakszik a felkészültségével, az eminenségével, és a probléma az az, hogy még a Weiszer Alindáról se tudunk meg semmit. Végignézhetünk több száz zárórát, és valójában Weiszer Alindáról se derül ki semmi, mert a tökéletesség máza mögül nem dereng elő
szemernyi alindaság sem. Amennyiben egy olyan ember beszélget a portré vendégével, aki itt Alindánál vendég lehetne, ő nem a felkészültségével villódzik, sőt, talán fel sem készül 3 napon keresztül az élettörténetből, mert ő egész életében készült erre a műsorra a saját személyiségével, amit ott megnyit, ami érdekes, ami tartalmas és hosszú távon gyűjtött anyagot, és van mivel reflektálnia mindenre, amit a riportalanya, akit szintén kinyitott, tehát ott két nyitott ember beszélget egymással, olyan dolgokkal reflektál, aminek ugyanolyan értéke van, mint amit a riportalany is hozott. És na, az a nagyon nagy baj, hogy a Weiser Alinda nem elsősorban azért kártékony, mert legyártott pár száz hitvány műsort. Igazából a probléma nem ez. Az a probléma, hogy meghamisította a műfajt. Na azt gondolom, hogy Weiser Alinda ebben az országban eladta emberi százezreknek, méghozzá jobbára az értelmesebbjének, aki ilyen MTV-s késő esti sávot néz, azt, hogy a riport, meg a interjú, a mély interjú, meg a kulturált, kulturális beszélgetés az ez. De valójában nem ez. Valójában nem. Valójában a jó tanuló felel kérdések formájában, és minden egyes interjú alanyát arra használja, hogy a saját felkészültségét, a saját kíváncsiságát, a saját riporteri kiválóságát, interjúztató készségeit demonstrálja a nézők felé. Arról kérdezték az embereket, hogy ki az a közéleti szereplő, vagy sokat szereplő ember, akit ismernek és megbíznak benne, és borzasztó előkelő helyen végzett. 3. lett az emberek 44%-a azt mondta, hogy nagyon megbízik önben. Elgondolkodott utána azon, hogy miért bíznak önben az emberek? Neked nem fáj mondjuk az édesanyáddal való viszonyodról beszélni? Ha nekem olyan édesanyám lenne, aki nem szeretne, és hála Istennek azt gondolom, hogy nem ilyen van, akkor én ezt el tudnám-e mondani?